Tőből törtek ki egy házsfát a gyáróti parkolóban. Egyre többen vezetnek gépjárművet Ószdon. Odafigyeléssel a felhőtlen nyaralásért. Ószdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek, jó estét kívánok! Tőből törtek ki egy házsfát a napokban a gyáróti parkolóban. Nem egyedi eset, nemrég a vasvárúti nagy parkolóban is történt hasonló. A rongálók egy-egy ilyen akcióval több tízezres kárt okoznak az Ószdi Város Üzemeltető Intézménynek, amelynek dolgozói szélmalomharcot vívnak a károkozókkal. Ezeket a felvételeket tegnap készítettük. Egy hársfa feküdt a földön, tőből kitörve. A rongálók valószínűleg nem sokkal azelőtt tehették tönkre, hiszen a levelei még nem voltak elfonnyadva. Az Ószdi Városüzemeltető Intézménynek sok fejtörést okoznak azok, akik nem törődnek mások munkájával és a befektetett energiával, idővel, pénzzel. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon gyakori a rongálás a városban. Nehéz azt látni, illetve rossz látni, hogy amit elültetünk, azt tönkre teszik. Így nem tudjuk örömünket lelni teljesen benne, sem a lakosság, semmi. Elmondható, hogy főleg a parkolókban teszik tönkre a fákat, főleg itt a Manda parkolóban a gyárúton. Több tíz fát pótoltunk már, amióta elkészült ez a parkoló, és betelepítettük. Ezek értékes hársfák, sajnos eltörik, kitörik, és pótolni kell ezeket időről időre. Bóta József azt mondja, ezeknek a hársfáknak darabja 10-20 ezer forintba kerül, így a rongálók nem csak esztétikai, de anyagi szempontból is jelentős kárt okoznak. A hársokat már hálóval is körbevették a nagyobb védelem érdekében, azonban néha ezeket is ellopják. Nemrég ismeretlenek máshol is vandálkodtak, ennek a fának már csak a csonkja látszik. Ezekből a gömbjuharokból az Ószdi Város Üzemeltető Intézmény munkatársai eredetileg 6 darabot ültettek el ide a nagy parkolóba, azonban ma már csak 5 van belőlük. Itt a mellettem lévő ágyásból például egyet tőből kitörtek. Ennek a pótlása azért is nehézkes, mert ahhoz az egész virágágyást meg kell mozgatni. A rongálás mellett a telepített növényekben a házi állatok vizelete is nagy károkat okoz. A Vasvárúton például ezért hiányzik több örökzöld is. A Volney József úton található virágtartókból hiányzó muskátlikra pedig az Óvi hívta fel figyelmünket. Ezeket is pótolják majd. Minden esetben tesznek feljelentést, és ha az elkövetőt elfogja a rendőrség, a tettes büntetésre számíthat. Országszerte kellemetlen tüneteket érezhetnek magukon az allergiások. Elsősorban a kültéri gombákra érzékenyek tapasztalhatják most ezeket, ugyanis ez a fajta spóra jellemzően magas mennyiségben van jelen a levegőben. A csalánfélék pollen koncentrációja a közepes tartományban alakul. Helyenként közepes mennyiségben lehet jelen az útifű pollenje is. Alacsony koncentrációban előfordulhat a hárs, a lórom, a libatopfélék, a kenderfélék, valamint a ciprus és tiszafafélék virágpora is a levegőben. Ismét üzemanyagáremelkedés lesz péntektől. A MOL döntése értelmében a 95-ös litere 3 forinttal kerül majd többe. A gázolaj ára ezzel szemben nem változik. A módosulást követően országos szinten a 95-ösért 389, míg a gázolajért 392 forintot kérnek el a kutakon. Városunkban az emelkedés után egyaránt 383 forintot kell fizetni a 95-ös és a gázolaj literéért. Az autósoknak érdemes körültekintőnek lenniük, ugyanis 15-25 forintos különbségeket tapasztalhatnak a töltőállomások kínálata között. Egyre többen szerzik meg a jogosítványt Ószdon. A városunkban működő autós iskolák statisztikai adatai azt igazolják, hogy az elmúlt 3 évben jelentősen nőtt a vezetői engedélyt megszerzők száma. A megugrás oka a gazdasági helyzet javulására vezethető vissza. A megnövekedett igény miatt egyes iskolák gépjármű parkjukat és ezáltal az elérhető kategóriák számát is bővítették. Két kocsi hátulja egy vonalban van, ütközésig jobbra tekerem a kormányt. Baloldali tükörben nézem a mögöttem álló autót. Megjelenik az egyik lámpája. Molnár Ferenc egy helyi autósiskola oktatója mutatja az egyik olyan manővert, amely a kötelező feladatok közé tartozik a jogosítvány megszerzéséhez.
Ezt a mozdulatot igen sokszor kell ismételnie egy nap alatt. Jelenleg 20-30 fő jár vezetni hozzá. Ferenc azt mondja, a tanulói már tisztában vannak azzal, hogy amikor egy-egy óra után kiszállnak az autóból, a legnehezebb dolog a következő időpont megtalálása. Nálunk az autós iskolánál is érezhetően megnőtt ez a létszám. 2016-hoz képest 17 viszonylatában már 20%, 18 viszonylatában már 35%-kal növekedett a tanulói létszám. Ez ugye bár megoszlik, mert ugye a mi autós iskolánkban minden kategóriát oktatunk. Ez úgy néz ki, hogy a személygépkocsi vezetői jogosítványt megszerzők száma kb. 30%-kal nőtt 2016-hoz képest. A motorosok száma gyakorlatilag az nem nagyon változik. A nagy kategóriáknál jelentős változást hozott a szakképzési centrumban beindított teherautós és buszos oktatás, amely 2018-ban 14-14, idén februárban pedig már 22 főnek adta meg a lehetőséget támogatott képzésben megszerezni a C kategóriát és a GKI kártyát. Ezek a létszámok már járműbeszerzést tettek szükségessé, így egy autóbusszal, egy tehergépkocsival és a hozzávaló tandempótkocsival bővítették az oktató jármű állományukat. Egy másik helyi autós iskolánál is évente 5-10%-os emelkedés volt tapasztalható az elmúlt 3 évben, amelyet Palotai István szerint a javuló gazdasági helyzet eredményez. Ennek az oka az, hogy nőttek a keresetek, jobb a családok anyagi helyzete, és így a családok jobban megengedhetik, hogy a szülők, esetleg a gyerekek is jogosítványt szerezzenek már az iskola befejezése után. Tehát a nyelvvizsga mellett jogosítványt is kapnak, ugyanis ez már ma az elhelyezkedésnél a fiataloknak szinte feltétel, hogy vezetői engedéllyel is rendelkezzenek. És mivel jó az ország gazdasági helyzete, egyre több család engedheti meg magának, hogy a feleségnek is vagy másik családtagnak is legyen vezetői engedélye. Az elméleti ismereteket el lehet sajátítani akár 2 hét alatt is, míg a gyakorlati képzés 6-8 hetet vesz igénybe. Persze azért akadnak olyanok, akiknek egyéb okokból ehhez több időre volt szükségük. Lassan egy éve, és a mai nap sikeres vizsga. Sikerül. Az első sikeres KRESZ vizsgát teljesítőknél a helyi átlag jelentősen jobb, mint megyei vagy országos viszonylatban. Városunkban egyébként 3 autós iskola kínálatából választhatnak azok, akik meg szeretnék szerezni a vezetői engedélyt. A szerkesztőségünkhöz általuk eljuttatott statisztika alapján van olyan iskola, ahol már 2019 első fél évében szinte elérték azt a számot a B kategóriás jogosítvány tekintetében, mint 2016-ban egész évben. Pedig egy ilyen engedély megszerzéséhez igencsak mélyre kell nyúlni a zsebünkben, mintegy 200 000 forintot kell rászánnunk. Elővigyázatosságra inti a rendőrség a nyaralni készülőket. A zsúfolt helyek kedvezhetnek a zsebtolvajoknak, de nem csak pénzünkre és értékeinkre kell fokozottan figyelni, ha útnak indulunk. Fontos, hogy házunk, lakásunk biztonságáról is gondoskodjunk. Ezekben a napokban jelentősebb lehűlés érte el térségünket, de a nyár az előző hetekben megmutatta igazi arcát. Sokan időzítik ekkorra szabadságukat. Vannak, akik csak belföldön utaznak, mások hosszabb, akár külföldi nyaralást terveznek. A rendőrség mindenkit óvatosságra int. Kár ugyanis távol létükben is érheti az utazókat. Érdemes csak a legközelebbi ismerősöknek elmondani, hogy hosszabb időre őrizetlenül hagyjuk a házunkat. Ha jó viszonyban vagyunk szomszédunkkal, közelebb a rokonokkal, neki adjunk kulcsot, akármilyen tűzeset vagy bármi elemi katasztrófa esetén tudják rögtön megkezdeni a segítségnyújtást, illetve a mentést. Mai világban már elérhető áron tudunk beszerezni biztonságtechnikai berendezéseket, értem itt kamerákat, riasztó berendezéseket, amennyiben tehetjük és módunk, lehetőségünk van rá, ezzel szereljük fel lakásunkat a biztonság megóvása érdekében. Nyáron az utakon is megnövekedett forgalomra kell számítani, különösen a kedvelt turisztikai célpontok közelében. Éppen ezért a közlekedés is fokozott figyelmet igényel. Ha pedig már megérkeztünk kiszemelt úti célunkhoz, ott is érdemes óvni értékeinket. A zsúfolt helyek, például fesztiválok vagy nagyobb strandok kedvezhetnek a zsebtolvajoknak. A mögöttem látható ózdi strand biztonságosnak számít. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján csupán elvétve érkezik bejelentés lopásról, ezeket pedig a rendőrök rendre fel is derítik. Sikerrel működik a Diákok a Biztonságért program, és rendszeresen szolgálatot teljesítenek itt a polgárőrök is.
A strandokra vagy kempingekbe érdemes minél kevesebb értéket magunkkal vinni, amire feltétlenül szükségünk van, azt pedig ne hagyjuk felügyelet nélkül. Ha mégis megtörténik a baj, és valaki azt tapasztalja, hogy meglopták, minél előbb értesítse a biztonsági szolgálatot, valamint a rendőrséget. Évente kétszer érdemes karbantartatni, ellenőrizni a klímarendszereket. A nyári melegben sokan használják a hűtőberendezéseket, azonban fontos, hogy ezeket időről időre szakemberek vizsgálják át. A szerkezetekben felhalmozódott porban megtelepedő baktériumok és gombák számos betegséget okozhatnak. A nyári meleg időben mindig jó érzés egy klimatizált helyiségbe belépni. A kellemes hőmérsékletért felelős gépeket azonban fontos rendszeresen karbantartani, amelyhez elengedhetetlenek a hozzáértő szakemberek. Karbantartás nem csak annyiból áll, hogy oda mondjuk kivesszük a szűrőt és befújjuk sprével, ez nagyon kevés. Tehát egy teljes beltérettség átvizsgálás és teljes külterettség átvizsgálás szükséges ehhez. Hogyha koszosak a járókerekek, vagy kondenzis dugulás van, az ugyanúgy problémát okoz a használatban, és ezt egy sima befújása és egy szűrőtisztítása ezt nem tudjuk elvégezni. A karbantartást a szakemberek szerint érdemes évente kétszer elvégezni. Ez célszerű tavasszal és ősszel, még a beüzemelés előtt megtenni. A nem megfelelő működés mellett a szerkezetben felhalmozódott porban könnyen telepedhetnek meg a baktériumok és gombák. A karbantartás mellett érdemes elkerülni azt, hogy a hideg levegő hosszabb ideig érjen minket, mivel gyulladásos tünetek, ízületi fájdalmak és megfázásos tünetek jelentkezhetnek. A klíma használata alatt érdemes egyébként több tényezőre is odafigyelni. A külső hőmérsékletnél maximum 6-8 Celsius fokkal hidegebbre állítani, hogy a hőmérséklet különbség ne legyen a szervezet számára megterhelő. Ezen kívül a légáramot ne irányítsuk közvetlenül magunkra az említett panaszok elkerülése érdekében. Holnap ismét kertmozi lesz a Nemzeti Filmtörténet Élményparkban. A nézők most egy spanyol-francia-olasz koprodukciót láthatnak majd Penelope Cruz, Javier Bardem és Ricardo Darín szereplésével. A filmet pénteken este 8 órától vetítik, azonban előtte 7 órára érkezik Váradi Zoltán, a Miskolci Nemzeti Színház koncertmestere. Egyik társával együtt filmzenéket, betétdalokat adnak majd elő klasszikus hangszereléssel. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Többől törtek ki egy házsfát a napokban a gyárúti parkolóban. A rongálók egy-egy ilyen akcióval több tízezres kárt okoznak az Ózdi Város üzemeltető intézménynek, amely szélmalomharcot vív a károkozókkal. Egyre többen szerzik meg a jogosítványt Ózdon. A városunkban működő autós iskolák statisztikai adatai azt igazolják, hogy az elmúlt 3 évben jelentősen nőtt a vezetői engedélyt megszerzők száma. Elővigyázatosságra inti a rendőrség a nyaralni készülőket. A zsúfolt helyek kedvezhetnek a zsebtolvajoknak, de nem csak pénzünkre és értékeinkre kell fokozottan figyelni, ha útnak indulunk. Évente kétszer érdemes karbantartani, ellenőrizni a klímarendszereket. A szerkezetekben felhalmozódott porban megtelepedő baktériumok számos betegséget okozhatnak. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Pénteken, kezdetben, keleten még nagy területen kisüt a nap, de nyugat felől már erősen növekszik a felhőzet. A középső tájakon több helyen eső, zápor várható, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Helyenként átmenetileg feltámad a nyugati-délnyugati szél. Hajnalban 15, míg napközben 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Ezek voltak legfontosabb helyi híreink, az Ózdi Krónikát követően Apropó című magazinunkat láthatják. Lendvai Zsolt vendégei, Szabó Anikó, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közösségi koordinátora, és Siroki László, a Dorkó Band vezetője lesznek. Emellett foglalkozunk még az Ózdi Kohász idényzáró sportprogramjával, és archív felvételeket mutatunk az első Ózdi kutya kiállításról. Híradónkat az Apropó után és a szokott időpontokban ismételjük meg.
Friss ózdi hírekkel holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!